Sziasztok. ez egy nem tervezett menetrenden kívüli videó lesz, ugyanis úgy gondoltam, hogy itt az ideje kicsit beszélni erről a strike-ról, mert amíg író strike volt, addig inkább csak bejegyzésekben vagy sorcokba volt egy kisebb szösszenet erről, viszont úgy, hogy durva volt ez a helyzet, itt az ideje, hogy belenézzünk is, hogy mi is ez az egész, összeszedjük egy kicsit, tényleg ez egy menetrenden kívüli videó, nézzük is meg, hogy mi ez az egész, és hogy miért van ez a strike, mert sajnos ez, hát szerintem nem fogja múlni egy jó ideig. Először is hogy az írók május másodikán kezdték el azt a sztrájkot, 15 év után újra, ami hát ezúttal ugyanahhoz vezetett, mint múltkor. Egyes sorozatok, újévadjai és filmei hónapokat, sőt akár éveket is csúsztak akkor, ugyanis 2007-ben volt az előző sztrájk, 2008 között, 14 héten áttartott, 100 napig, tehát majdnem egy egész évszakon át keresztül, sőt kicsivel több, tehát novembertől. Februárig. De olyan mozi filmek tolódtak, mint az X-Men farkas, G.I. Joe, a Terminátor, a Star Trek, szóval ilyesmi filmek. Az idei sztrájk az picit tömörebb, vagy hogy mondjam, tehát kicsit részletesebb, mint az akkor, ugyanis most már nem csak a stúdiók, hanem a streaming szolgáltatók ellen is sztrájkolnak, ugyanis úgy érzik, hogy a munkájuk az eléggé alul van fizetve, itt most, most egyelőre csak az írókról van szó, és hát nem sikerült az a gigászokat tömörítő szövetséggel megegyezniük, amikkel kellett volna az íróknak, Hát is akkor itt jött a strike. És hát mint tudjuk, ez a strike az azt jelenti, ezt ez egyébként a szövetséges 110 ezer embert képvisel magában nagyjából, hogy bizony emiatt leállnak filmek, sorozatok és egyéb bármilyen tévés programoknak, televíziós dolgoknak a, 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 a gyártása. És akkor most jött a kérdés, hogy azon kívül, hogy úgy érzik ezek az emberek, úgy érzik ezek az írók, hogy a munkájuk nincs alul fizetve, azon kívül mi is pontosan a probléma. Ugy ugyanis ha a forgatókönyvírók úgy érzik, hogy a munkájuk értéke nem igazán van pénzben tehát kifejezve, ahogy előbb is említem, de nem is az, hogy maradt ugyanaz a fizetés, hanem gyakorlatilag visszalépés történt. És itt a legnagyobb baj, hogy mondtam, az a streaming szolgáltatóknak az új bevezetése volt. Ugye amikor volt az előző sztrájk, akkor még nem voltak ezek elterjedve, most ahogy így 15 év múlva, 15 év után már, már nem csak egy, hanem vagy öt vagy hat streaming szolgáltató is van. A legnagyobb baj a itt az íróknak az az, hogy nem többször fizetik ki ugyanazt a munkát, hanem egyszer kifizetik, amikor elkezdik ezt a filmnek a gyártását, megjelenik a moziba, megjelenik a streamingen, megjelenik CD-n, és azokat már nem fizetik itt, csak az egyszer fizetik ki, és ez a bajuk, hogy csak egyszeri fizetés van ugyanazért a munkáért. És azt szeretnék az írók, hogy abból a bevételből, amit hoz a maga után a Netflix, vagy az HBO, vagy bármelyik streaming szolgáltató, ami éppen az adott filmen dolgoztak, az, adott író, ugyanúgy kapjon a bevételt, ne csak egyszer fizessék ki a projekt elején. Ez az egyik ok, a második, az pedig a mesterséges intelligencia. Ugyanis nyilván, ahogy jön az a mesterséges intelligencia egyre jobban be a köztudatba, főleg ennek az évben, attól félnek összességében, elveszi a munkát a mesterséges intelligencia és a hasonló dolgok. És van még egy harmadik dolog, az pedig az úgymond zöld szobákat vagy mini szobákat érinti. Ez egy, egy kicsit bonyolultabb abból a szempontból, hogy az összességében azt jelenti, hogy vannak ilyen előre létrehozott írói szobák, Viszont ezek az írók, hogyha elvégzik a forgatókönyv megírását, és a végül a sorozat nem kap zöld utat, akkor a díjazásuk minimális lesz. És ezen is ki akarnak állni, hogy attól függetlenül ne legyen minimális, hanem ugyanúgy kapják meg azt a bevételt, amit eleve megkapnának, hogyha zöld utatot kapnak. Szóval nagyjából ezek így a követelések, és ennek már, ahogy mondtam, vannak is hatásai. Ilyen például a Cobra Kai 6. évad, a, Trónok harca új előzmény sorozata, a Stranger Things utolsó évadának a munkálatai is emiatt akadtak el. De ha már maradunk a filmeknél, akkor a, tudjuk, hogy rengeteg filmet eltoltak, több évvel is, mint például a két bosszúállók filmet, Penge, stb. Tehát gyakorlatilag most ugyanúgy már marvel is volt egy ilyen tisztítás. És hát ugye május 2, tehát már bő két hónap eltelt azóta, és hát a, ahelyett, hogy javult volna a dolog, rendeződtek volna, Hát sajnos ez nem így van. Ugyanis szerdán csatlakoztak az amerikai színészek ehhez a forgatókönyv írói sztrájkhoz, miután hát nem tudtak megállapodni szerdai főbb amerikai idők szerint, és végül szavazást döntöttek ott ezen az amerikai színészeket egybe szakszervezettel, és 98% támogatta a sztrájkot, megszavazta, és ez azt jelenti, hogy, hogy a 160 ezer színészből, akinek a tagja, ami hát eléggé sok, annak a 98%-a megszavazta ezt. És ez azt jelenti, hogy mindenkinek kell, aki abban benne van. És ez már azért egy fokkal nagyobb duranás lehet a stúdióknak, ugyanis azért, hogyha a színészek is beleállnak ebbe, akkor már nem csak arról van szó, hogy egy, 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 egy új projektre kell új-olyan forgatókönyvírót keresni, hanem már a régi projekteket se tudják folytatni, aminek már megvolt a forgatókönyvírása, mert már nincs színészekre lesz a forgasság. Innentől kezdve. Már tényleg nagyon rossz helyzetben vannak a streaming óriások, és az bármilyen filmstúdió, ugyanis hát nem tudnak most jelen pillanatban dolgozni, és csak a régebbi filmekből tudnak profitálni, vagy ami már van. Ezzel tehát nyilván azt akarják ellene a színészek is hasonló módon, mint a, az írók, hogy a mesterséges intelligencia például ugyanígy itt van. De itt például nem az, hogy a mesterséges intelligencia így meg az írók helyett, hanem hogy a mesterséges intelligencia nem használja fel az arcukat. Tehát hasonló dolgokat akarnak ezzel bevezetni, hogy ne éljenek vissza a mesterséges intelligenciával a nagyobb stúdiók, ezáltal olcsóbb legyen a munka. Tehát mind a kettő fél, az írók is, meg a színészek is félnek a mesterséges intelligenciától. Ez egyértelműen látszik. És ezt a sztrájkot, ezt péntek reggel indítják el a Netflix, Disney, a Warner Bros. és a Paramount székházai előtt ami azt jelenti, hogy nagyjából, amire már kimegy az a videó, addigra már el fog ez kezdődni, ugyanis amerikai idő szerint péntek reggel. Tehát akkor ezt még egyszer elmondom, ez azt jelenti, hogy minden nagyobb forgatás leáll. És a másik nagy követelésük szintén hasonló, hogy kapjanak egy alapbért, és ugyanúgy tehát a streamingből beszármazó pénz, ez ne csak a stúdiói legyen, hanem kapják meg a színészek is a nekik járó pénzt, ne egyszerű kifizetésről legyen szó. A mostani strike, hát a gyártás alatt lévő sorozatokat és filmeket érinti, tehát ami már készen van, forgatásügyileg az már valószínűleg nem lesz ennek a tagja. Tehát például a Deadpool 3, vagy a Venom 3 az eléggé nagy bajban van, ugyanis azt jelenleg forgatják. Szóval most, hogy tisztában vagyunk a színész és író sztrájkkal, nézzük meg, hogy most csak mivel ez egy Marvel-es csatorna, hogy milyen hatással lesznek a marvel -es filmekre, sorozatokra, egyéb dolgokra. Idén ugye viszonylag sok dolog fog jönni, főleg október-novemberben, az a hónap, ami eléggé be fog pörögni. Most lesz szajt a Secret Invasion után egy pár hónapos szünet, egy kettő hónapos, viszont ami idén be van jelentve, az meg is fog jelenni, ugyanis azok már készen vannak és azok már mind meg fognak jelenni. Annyi viszont ott is fog már történni, hogy az ilyen 10 amiken csak a színészek vagy egyéb nagyobb híreségek jelennek meg, azoknál nem lesznek ott a színészek. Tehát ezek valószínűleg ugyanúgy elmaradnak, kicsit ilyen covidosabb lesz a dolog, tehát hogy nem lesznek ilyen vagy max csak a rajongóknak lesz. Ugyanis ezt is megtudja a Strike. Egyébként ez már egy elég érdekes, mert ez már most elkezdődött, ugye a jövő héten érkező új Nolan filmnek egy órával előrébb hozták az ilyen premierjét, hogy még érvényesen ott tudjanak lenni a színészek. Tehát az idei filmeket nagyjából ez nem érinti, a jövőre érkező projekteken viszont hát eléggé nagy a baj. 2024 egy eléggé jó kis évnek néz ki, vagy nézett ki, amik egyelőre még hivatalos bejelentés oda még nincs, de hát várhatunk abba, hogy ez nem javul akkor le. Abban az évben meg a Pook Verzum 3, a Madam Web, a Deathpool 3, az Omega Kapitány 4, a Thunderbolts, a Venom 3, a Daredevil Born Again, az Agatha és az Iron Heart, ezek itt mind meg fognak jelenni jövőre a tervezett menetrend szerint. Amíg szinte biztosan ezek közül a menetrend szerint jönnek ki, az az Amerika Kapitány 4, a Madame Web és a Pulk Versum 3, bár utóbbiről hallottunk olyan híreket, hogy ez nem fog megtörténni, de az a Strike miatt, hanem egyszerűen csak a munka, de ez várhatóan azért be fog fejeződni márciusig, mert oda, oda be vannak már a hangok fel vannak nézve, stb. Tehát ott, ott már ott az kész van. A Madame Web szintén ilyen, ott sem nagyon kell már forgatni. Az Amerika Kapitány 4-nek a forgatását pedig a múlt hetekben fejezték be. Tehát ezek a projektek nagyjából biztonságban vannak abból a szempontból, hogy már csak utómunka kell, tehát ezek valószínűleg el is fognak készülni a tervezett időpontra. Ott van a Daredevil sorozat, aminek már az író strike is meggyűlt a baja, és valószínűleg most még rosszabb lesz a helyzet, ugyanis a Deadpool 3, valamint a Venom 3 szintén rá kell erre a süllyedő hajóra. A Thunderbolt forgatását pedig el sem kezdték így, az, hogy az decemberben, jövő decemberben érkezik-e arra, nem veszek mérket. A Venom 3-nak hivatalos premiérje nem volt, csak nagyon-nagyon erős pletka, hogy novemberben jön. Egyrészt arra leforgaltak egy nem nélküli Sony Pokémon filmet, Másrészt meg már elkezdték a forgatását, és eléggé valószínű, hogy, hogy három évenként jön ki egy Venom film, akkor az pont 2024. novemberre. Deadpool 3 ban meg azt hiszem a múlt, múltkori hírek miatt eléggé sajnálhatjuk, ugyanis hát egyrészt előre hozták fél évvel a filmet, eredetileg novemberben jött volna, most végül úgy néz ki, hogy májusban jönne, amit most már megint feltételekkel kell kezelnünk, meg hát egy eléggé durva filmnek néz ki. A többiről, tehát az én Agatha Ironheart vagy egyéb dolgokról, amiket mondtam, vagy What If, ezekről pedig további információ nincs, mert nagy a csend körülöttük, a napokban felmerült az, hogy 2024 közepén jön az Agatha sorozat, azokról nagy a csend volt, eddig is, vagy valószínűleg most is az lesz. Szóval hát nem fényes a helyzet, remélem informatív volt a videóm, ez egyáltalán nem egy vélemény kifejtő videó volt, csak tényleg valahogy akartam már előbeszélni, mert szerintem szóval sokan nem tudják, hogy mi ez, remélem informatív volt, tényleg próbáltam összeszedni azt, ami a lényeg, ha valakinek ez nem jött, tehát akkor bocsánat, én így tudtam átadni a jelenlegi helyzetet, véleményt nem kívánok az állásban foglalni, ti nyugodtan megtetétek kultúrát a komment szekcióban, viszont ami átmegy bármilyen durvább, azt nem fogom törölni és tiltani, szóval, ha tényleg véleményetek van, azt kultúrát a nyugodtan tegyetek meg, én nem fogok ebbe véleményt mondani. Hétfőn Deadpool 3 videó fog érkezni, amit érint a Strike, viszont abba a videóba nem fogok a Strike-ról beszélni, kizárólag a történetről, és nem is tervezek semmelyik videóban sem a Strike-ról beszélni, ugyanis én úgy vagyok vele, hogy, hogy ez egy eléggé szomorú téma mindkét oldalról, hogy ez így megtörténhet, szerintem. Ennyi véleményt mondok, többet nem és nagyon frusztráló, szóval engem kifejezetten frusztrál, szóval én nem szeretnék erről így nagyon beszélni több helyen, be fogok számolni a friss infókról, de azokban a videóban, ahol tényleg a marvel el szeretnék foglalkozni, ott nem fog belevinni más dolgot, mert ott tényleg foglalkozunk a marvel el amíg lehet. Szóval ennyi lett volna ez a videó, 16 perc a nyersanyag, valószínűleg a felére le fogom csökkenteni, mert volt sok őzés, meg megállás, de ezt majd ti úgy is látni fogjátok, és remélhetőleg most van fél egy, remélhetőleg 6-7 óra körül ezt már látni fogjátok, és minden dolgot be tudok számolni, és hát köszönöm szépen a 7000 feliratkozót, ami elvileg megvan, de a YouTube stúdió most valami 50-nel kevesebbet mutat, ami ilyen eddig nem volt, szóval öm, remélem, hogy ez így a YouTube stúdió is rendezik, szóval remélem minden rendeződni fog, mert most már ez. Köszönöm szépen a figyelmet, vasárnap találkozunk egy következő videóban, aztán hétfőn, jövő héten pedig hát komikon, ami meg szintén azért érdekes, mert ott meg szintén megjelenhetnének ezek a színészek, szóval hát nem tudom mi lesz. Sziasztok!